Megújult a rettegi református műemléktemplom, hálaadó istentisztelettel ünnepeltek a hívek. Harangszó hívta ünnepelni a rettegi református templomba a híveket. A Beszterce megyei településen a vasárnapi istentisztelet különleges alkalom volt. A műemléktemplomot több év után sikerült felújítani és régi pompájában visszaadni a közösségnek. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy ma itt ezen az ünnepen mindannyian abban megegyezhetünk, hogy ez a templom azért tudott megújulni és megszépülni, mert mindenki, aki ehhez hozzájárult, valamiképpen úgy érezte, hogy egy adósságot törleszt. A rettegi templom a 15. században épült. Ez a katolikus templomnak épült abban a korban, és amiután Erdélyben a reformáció megköszöntött, először unitárius, azután pedig reformátussá vált gyülekezetestől együtt. Legutóbb 1968-ban Debreceni László egyházkerületi mérnök segítségével restaurálták a templomot, azóta jelentősen romlott az állapota. 2010 és 2011 között Kelemen Hunor kulturális miniszteri mandátuma alatt a szaktárca jelentős anyagi forrással járult hozzá a műemlék felújításához. Annak örülök, hogy nagyon szakszerűen sikerült, most műemlékes szempontból nézve, szakszerűen sikerült eredeti pompájába helyreállítani ezt a templomot. Ugyanakkor biztos, hogy ez egy olyan otthona az itt élő hívő embereknek, amely minden egyes alkalommal, hittel, reménnyel és valamilyen értelemben, mértékben optimizmussal ruházza fel az ide betérőket. Az RMDS kulturális minisztere hangsúlyozta, aki egy ilyen régi templomot felújít, az nem csak a múlt épített örökségét kívánja megtartani, hanem azt az akaratát is megerősíti, hogy a szülőföldjén akar maradni.